Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Vendégei, négy önkéntes lány stúdiónk vendége, és itt van segítségemre Brajer Ádám Daniel, a Turis Babel munkatársa, aki segítségem lesz a fordításban. Üdvözlöm Önöket itt a stúdióban. Good day and welcome to the studio. Kérdezem egyszerre mind a négyüktől, mindenki mutatkozzon be, hogy hívják, honnét jött, és honnét jött az ötlete, hogy önkéntes legyen, és miből áll az önkéntessége. In a few words, if you could introduce yourselves one by one, your name, why you're here, and why did you start working in this voluntary work that you do here in Hungary? Kezdjük a másik oldalon. Let's start on that side. So my name is Rike Adam, I'm from Germany, and I'm a teamer in the summer camp here in Budapest from ISF. And yes, it's my second summer camp as a teamer, and I thought it's a great project here in Budapest. So yeah, I'm really excited about the time here in the next week. Rike Adam vagyok, és Németországból jöttem, és rendkívül izgalmasnak tartom, az ISF képviseletében vagyok itt, és nagyon nagy örömmel nézek elébe annak a programnak, meg annak a tevékenységnek, amit most itt fogunk csinálni az elkövetkező egy-két hétben. Mondjuk el nézőinknek, hogy mi is az az SAF. What exactly is this SAF? It's an organization from Germany, like founded in Germany, and they do different things, for example, long-term voluntary services in different countries, but also the summer camps also in different countries. I think this year there are like 17, all over Europe. And yes, one of them is here in Budapest. Ez egy tulajdonképpen egy Németországban megalapított önkéntes szervezet, amely önkéntes tevékenységeket és munkákat szervez Németországban és az egész világon, illetve Európában legalább 17 országban, és ők szerveznek különböző önkéntes feladatokat, nyári táborokat és csoportokat. Akkor menjünk a következőre, aki gondolom franciául fog beszélni. Je suis Margot Blondel, c'est la deuxième fois que je participe à un camp en tant que participante. Je ne connaissais pas la Hongrie et j'avais déjà travaillé dans un cimetière juif et je voulais recommencer l'expérience. Margot Blondel vagyok Franciaországból, tulajdonképpen már két éve dolgozom ennél a szervezetnél, korábban nem voltam Budapesten, viszont már dolgoztam zsidó temetőkben és ennek kapcsán jöttem én is ide dolgozni. So my name is Thelma Dessess. I'm also a teamer with Rike in this summer camp, and I came across the project because I'm doing a one-year voluntary service for the moment with ASF, and so they proposed to us to maybe team a summer camp, and that's how I came across the project, and it interested me a lot, also the kind of work we're doing, and that's why I decided to take part. Én a kolléganővel, Thelma Dessess, és a kolléganővel együtt jöttem egy évre, mert borzasztóan érdekelt, úgy kerültem ebbe ezzel kapcsolatban, hogy már korábban foglalkoztam temetőkkel, és ennek kapcsán azt javasolták, hogy jöjjek ide egy bizonyos időre, és foglalkozzam ezzel a munkával érdekességből. Hello, I'm Sarah Baumeister. So for me it's the first time with ASF in a summer camp, and I heard about it and I was really interested to work in this Jewish cemetery, to know more about Hungary, and especially from people who live here, who know more about the history and who can, yes, give us another point of view and like, yes. Ez első nyári táborom itt az ISF-el, megint én is csak azért jöttem, mert hogy borzasztó érdekesnek találom az emberekkel való munkát és ezt a temetővel kapcsolatos projektet sokan javasolták, és ezért úgy éreztük, hogy nagyon érdekes lesz, és nagyon sokat fog jelenteni számra, ha én is részt vehetek ebben. Most már tudjuk, hogy mindannyian a temetőben is dolgoznak, csak azt nem mondták el, hogy a civil életben mivel foglalkoznak. Ezek szerint feltételezhetően diákok, hogyha nyáron van idejük önkénteskedni. Now, we know you came because of the cemetery, but the reason you came in summer, does that mean that in the rest of the year you have everyday normal jobs, or are you students? Now, how does that work? Let's go the other way around. So I'm a student. I'm studying German and French literature. So last year I was in France.
and I will go back to Germany in October to finish my studies. Diák vagyok, igen, német és francia irodalmat tanulok, tavaly nyáron Franciaországban dolgoztunk, és ezek után pedig megyek vissza Németországba, hogy befejezem a tanulmányaimat. És valaha hallott valamit a zsidóságról? Did you ever hear anything about Judaism? Did you have any contact with the culture itself? Yeah, the most in school we talk a lot about it in Germany, so it's really important, I think. To not forget, and also we feel a kind of responsibility, and so yeah, should be our generation to continue remembering and. Hát Németországban nagyon sokat tanulunk erről az iskolából, a mi generációnk az, aki bizonyos felelősséggel tartozik, és ezért nekünk a feladatunk, hogy folyamatosan tanuljunk és tanítsunk erről. Egész Németországban és azon kívül. Akkor halljuk a következőtől, ugyanezzel a kiegészítéssel. Same question. So I was studying as well, and I took a gap year in my studies to do this voluntary year, but I finished it in end of August, and then I'll start my master at the beginning of September. Tulajdonképpen egy évszünetet tartottam a tanulmányaimból, augusztusban fogom azokat befejezni, és utána meg megyek vissza az iskolába mesterszakra. Mindegy nem mondtál, hogy mi és hol találkozott a zsidósággal először. What do you study and how did you get in touch with the Jewish community? In my bachelor I studied literature, and for my master I studied intercultural mediation and translation. And I got in touch also with the Jewish culture a lot through ISF. We have 15 volunteers for the moment in Germany, two of them are Jewish, and we also visited some synagogues during. They also introduced us with some of the traditions, and then we also met here in Budapest, we met with the Jewish community, we also visited the synagogue, and on Friday we're invited to for the Shabbat, and so yeah, it's always completing the picture. So. Az első diplomám az irodalomról szólt, a következő, amit majd most kezdek el, az interkulturális kapcsolatok és fordításról fog szólni. Az ISF-en belül Németországban van 15 tag, amelyben 2 zsidó is található. Ők mutattak be minket tulajdonképpen ennek a kultúrának, és több zsinagógát meglátogattunk Németországban, majd itt Budapesten is, ma is például részt fogunk venni egy sábeszi istentiszteleten, és így alakult ki ez a kapcsolat. Köszönöm, next! J'étudie l'histoire du cinéma à Paris et cette année j'ai eu 2 cours sur justement la représentation de l'Holocauste dans les films de fiction et les documentaires qui avaient pu avoir été faits par notamment les soviétiques. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre part cette année à ce camp. Mozi történelmet és történetet tanultam és tanulok, különös hangsúlyal arra, hogy maga a holokauszt hogy jelenik meg, mind a fikcióban, mind a dokumentumfilmekben, illetve szovjet nézőpontból is vizsgáljuk ugyanezt a kérdést, és ezért is tartottam nagyon érdekesnek, hogy részt vegyek ebben a programban. És a zsidósággal hozták? Ja, a tanulmányon keresztül. Értem. Merci beaucoup. So I'm in between my bachelor's degree and my master's, so I will start in September with my master's in German and French studies. And yes, so in school, like Sarah said, we learn a lot about like the history and also about the Jewish religion. And so, yeah, I think it's very important in Germany to learn a lot about that and to keep the memory alive. Tehát szeptemberben én is a mesterszakomat fogom folytatni, német és francia tanulmányokat folytatok, és ahogyan a kolléganőm is mondta, Németországban nagyon sokat tanulunk a zsidóságról, mint történelem órán, mint kulturális szempontból a vallásról is, és szerintem is nagyon fontos, hogy ezt a tudást elmélyítsük, és továbboktassuk, és tanuljuk. Szuper, akkor mindenkihez ugyanaz a kérdés, hogy kit milyen pozitív élmény ért már itt Magyarországon, és hogy milyen a hangulat a temetőbe. Tehát mit is csinálnak ott tulajdonképpen? A virágokat szedik rendbe, vagy letörölgetik a sírokat, vagy mit csinálnak? Okay, so the question is again to all four of you: Have you had any experiences in Hungary so far, and what were they like? And specifically in the cemetery itself, what is it that you do exactly? So maybe first about the cemetery. It's the part of a Jewish cemetery where are tombs from victims of forced labor.
from 1944 in Hungary. So we are cleaning the tombs so that we can read again the names and the dates of dead and when they were born. And we are restoring it with paint so that we can read it again. Well, and so far we had a very intensive program. We saw, as Thelma said, the synagogue, the Great Synagogue, and we had some other activities like visiting the Jewish district and also the city. We talked to also the Lutheran church, mm-hmm. and so we get in contact to different parts of the Hungarian community. A zsidó temetőben, azzal kezdem, a zsidó temetőben a munkaszolgálatok sírjait hozzuk rendbe, tisztítjuk le, restauráljuk, hogy a nevek megint olvashatók legyek, ha festeni kell, akkor festünk, és azt próbáljuk rendbe hozni. Illetve Magyarországon elég intenzív volt eddig a program, voltunk a nagy zsinagógában, körbejártuk a zsidó negyedet, voltunk a luteránus soknál is, és emellett nagyon sok volt a program. Sarah already said a lot about like the work we do, and since we also like for creating the summer camp, the program of the summer camp, we cooperated with the Jewish Cultural Association Malzhike, and that's also, so through them we also got in touch with all these people, and we'll still have some things planned that will continue this, like we'll go to the Holocaust Museum, we'll go to the House of Jewish Excellence by the Balaton. And so we'll also continue this on the next days. A kolléganő nagyon sok mindent elmondott, hozzátenném azt, hogy ugye nekünk többek között az a feladatunk, hogy ezeket a nyári programokat és táborokat leszervezzük, ebben együttműködtünk a Mazsikével, illetve a Zsidó Kulturális Egyesülettel. Igen, illetve a Zsidó Kiválóságok Házával, oda is elmentünk a Balaton mellett, igen, és így kapcsolatba sikerült lépni a többi és egyéb zsidó szervezetekkel is, és velük együtt próbáljuk továbbfejleszteni a programjainkat. Most akkor a francia kolléganő. Oui, ce qui est intéressant dans l'expérience qu'on a eue pour l'instant de travailler notamment avec Mazhike, c'est qu'ils sont plus intéressés sur le côté culturel que le côté religieux de l'association. Et nous, en tant que participants, on vient tous de milieux différents, de cultures différentes, de religions également différentes. Et on se sent autant inclus dans l'aventure que tous ceux qui organisent ça. Ami nagyon érdekes a Mazhikével való együttműködésben az, hogy sokkal inkább a kulturális részére koncentrálnak, mint a vallási részére, illetve emellett mindent megtesznek azért, hogy mi valóban részeseinek érezzük magunkat itt a munkának, és nagyon sokat segítenek nekünk abban, illetve nagyon jó az együttműködés. Ebben a kontextusban valóban úgy érezzük, hogy együtt tudunk működni. Nagyon-nagyon sok minden, és nagyon-nagyon gyümölcsöző ez az együttműködés. Értem. Maybe also regarding the work, for us it's like a very new way to experience history, because you work on the different names and sometimes also names are missing, or like the birth date is missing. So yeah, you really like you connect emotionally also with the names you're painting, and well, that's a very interesting way of connecting with history. Na, a munkáról még annyit, hogy egy nagyon érdekes kapcsolat alakul ki köztünk, és maga a történelem között, hiszen előfordul egy síról, lekopott egy név, és akkor annak utána kell nézni, vagy a dátumok már nem látszanak, és őre kell őket festeni, és ezen keresztül, a munkán keresztül, a restauráción keresztül tényleg egy egészen egyéni kapocs alakul ki köztünk és a történelem között, és nagyon érdekes a történelmet ebből a szempontból vizsgálni. Köszönjük a Mazsikének, hogy ezt megszervezte, köszönjük az önök szervezetének, hogy megszervezte önöket és eljöttek, és bízom benne, hogy még sok követőjük lesz önöknek, akik eljönnek és itt segítenek a temetőket rendbehozni és a kultúrákkal kapcsolódni. We're very grateful to both Mazsike and your organization for making it possible, and we really do hope that a lot of people will follow your example and the numbers will grow, and we're delighted to hear that cultures and religions have a possibility to get a little bit closer to each other through your work, so thank you so much for doing that. Köszönöm, hogy itt voltak. Kedves nézőim, előzetesek, és jövünk vissza. We'll be right back.